Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Választás 2019. Ebben a műsorunkban az október 13-ai önkormányzati választások képviselőjelöltjeit, majd polgármester jelöltjeit mutatjuk be Önöknek. Mai adásunkban 11-es számú választókerület képviselőjelöltjeit hívtuk meg. Nekik is 8-8 perc áll majd a rendelkezésükre, hogy kifejtsék gondolataikat a megadott témakörökben. Ebben a választókerületben egyébként 3 képviselőjelölt indul. Közülük Székely Krisztián, a Mi Hazánk mozgalom képviselőjelöltje jelezte, hogy nem tud jelen lenni a műsorban. Így az ABC-rendnek megfelelően köszöntöm azokat a képviselőjelölteket, akik eljöttek ide hozzánk a stúdióba. Elsőként Lévai Jánosnét, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjét. Köszöntöm, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Valamint köszöntöm Tancsa Jánost, a Szövetség a Híres Városért Egyesület jelöltjét is. Köszöntöm Önt is, jó estét kívánok! Köszönöm a meghívást! Kérem Önöket legelőször is, hogy mutatkozzanak be a nézők számára. Először Lévai Jánosnét, akit jelenleg is ismerhetnek képviselőként, de mondjon magáról, kérem néhány mondatot. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a Kecskeméti Televízió nézőket. 50 éve élek Kecskeméten, és 21 éve vagyok önkormányzati képviselő, 21 éve szolgálom Kecskemét városát, a közjót. 1998 és 2002 között megyei képviselő voltam, 2002 és 2006 között a városnál, Kecskemét városánál listás képviselő, és 2006 óta, 3 ciklus óta vagyok egyéni önkormányzati képviselő, Műkertváros, Rendőrfalu, Kósafalu és Muszáj városrészben, korábban pedig hozzám tartozott a Kossuthváros is. Szeretném elmondani, hogy akik ismernek, tudják rólam, hogy több helyen tanítottam középiskolában, gyors és gépírásból szaktanári végzettségem van, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem főiskolai karán végeztem, katolikus hittanári diplomát szereztem, majd a Szapiencia Főiskolán gyermek és ifjúsági tanácsadó diplomával rendelkezem. 2 felnőtt gyermekünk van, természetesen van egy nagyon rendes férjem és 3 unokám. Kihasználtam a lehetőséget, és 40 év munkaviszony után eljöttem nyugdíjba, és azóta nyugdíjasként főállásban végzem képviselői feladataimat. Köszönöm szépen! Tancsa Jánost, a Szövetség a Híres Városért Egyesület jelöltjét is kérem, hogy mutatkozzon be a nézőknek. Tisztelt képviselőasszony, kedves nézők, tisztelt választóim, nevem Tancsa János, és hosszabb megszakítással bár, de gyermekkorom óta ebben a választókörzetben, választókerületben élek. 2 felnőtt gyermek édesapja vagyok, itt nőttem fel, itt jártam iskolába. 1993-ban képviselő lettem, és 16 éven keresztül mindig újra választottak egyéni körzetben nagy többséggel. Ez alatt végig elnöke voltam az Ifjúsági Sport és Informatikai Bizottságnak, valamint a Városüzemeltetési és Településfejlesztési Bizottságnak is. Önkormányzati tapasztalatomat a legmagasabb szintű tudással erősítettem meg akkor, amikor elvégeztem a Szegedi Tudományegyetemen az Állam és Jogtudományi Karon a politikatudományi mesterszakot, amelyet kiegészítettem a filozófiai diplomámmal és az önkormányzati tapasztalatommal, és hát ezzel próbálok nagy segítségére lenni majd választókörzetemnek, illetve Kecskemét városának. Ez a szándék vezetett arra, hogy elvállaljam a Szövetség a Híres Városért Egyesület jelöltségét és 7 demokratikus párt támogatását. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Így a bemutatkozás után nézzünk rá az órára, hiszen következik a második kör, amely előtt Lévai Jánosné, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje még 6 perc, 45 másodpercet használhat föl. Tancsa János, a Szövetség a Híres Városért Egyesület képviselőjelöltje pedig 6 perc, 55 másodpercet. Így kérem szépen elsőként Lévai Jánosnét, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjét, hogy ismertesse, hogyan látja a választókerülete helyzetét jelenleg. Köszönöm a kérdést. Mint már említettem, 21 éve vagyok Kecskemét városában önkormányzati képviselő, és elmondhatom, hogy az elmúlt 5-10 évben óriási fejlődést éreztem mind a 4, illetve mind az 5 városrészemben. Én azt gondolom, hogy nem csak a belváros, hanem a külső szatellit települések is fejlődnek. Műkertváros vonatkozásában szeretném elmondani, hogy a Tündérfürt utcában 2 darab napelem került kihelyezésre. Most folyik a szennyvíz csatorna kiépítése, amely bízom benne, hogy decemberben már átadásra is kerül. A Klebesberg és a Mátérok útjába egy
közúti jelzőlámpa kerül kihelyezésre, amely munkálatok most szintén befejezés előtt állnak. Itt gondolok egy gyalogátkerőhelyre, parkolók építésére és járda felújításra is. A Csokor utcai parkolót néhány évvel ezelőtt zúzottkővel leszortuk, és más parkolót is ebben a városrészben. Polgármester asszony támogatásával és a tanácsadó testület keretéből a Liget utca mindkét oldala új aszfaltburkolatot kapott. A Gyöngyvirág utca felületzárása megtörtént, a Bakule Márta utca járdaszakaszok felújítása jelenleg is folyik. A Csokor utca óvodája teljes egészében megszépült, felújult 114 millió forinttal. Én azt gondolom, hogy azok a gyerekek is, azok a szülők, akik ebbe az óvodába jártak, látták a különbséget. Ugyanez vonatkozik a Kertvárosi Általános Iskolára, ahol 84,5 millió felújítást kapott a város, ez európai uniós pályázatból, nyilázárok kicserélésre kerültek, hőszigetelés megtörtént, és bízom benne, hogy a közeljövőben sikerül egy tornatermet, tornacsarnokot is építeni. A Vadaspart mellett van egy nagyon szép játszóterünk, oda egy sportparkot létesítettünk, 170 négyzetméteres volt, és 15 darab játszóeszköz került kihelyezésre. Közvilágítás történt a Diófa utcában, a Vadrózsa utcában, a Szinyei Mesterpál utcában, de ez még teljes természetesen nem fejeződött be, ez folyamatos. Mártírok útja és a Gizella tér kereszteződéséhez egy darab térfigyelő kamerát helyeztünk ki. A rendőrfalura szeretnék áttérni, Pozsonyi utcában 50 millió forintba került a Pozsonyi utca teljes aszfaltozása, ide nem kellett önerő. Önerős útépítés keretében megoldottuk a Szabadkai és a Csókás József utcát, valamint felületzárást kapott Brassói Vasvári Kolozsvári utca, és a Tűzoltó a Kassai utca vége is, és szeretném elmondani, és nagyon örülök annak, hogy a képviselőségem ideje alatt megoldódott az, hogy nincs homokos, földes út a rendőrfaluban. Az új vidéktéri játszótér is részben felújult, ivókutat sikerült létrehozni, valamint padokat és új növényzetet. Természetesen még új játszóeszközök pici gyerekeknek fontos, hogy kikerüljenek, ez is folyamatban van. Valamint elkészült két évvel ezelőtt a Gulág emlékmű a Nagyvárad térre. A Mindszenty körút teljes egészében megújításra került szintén Európai Uniós pénzből a Halasi úti felüljárótól a Műkelt városi, teljes egészében a Műkelt város sorompóig. Járdaszakaszok épültek és épülnek jelenleg is, jelenleg például a Brassói utca egy-egy járdaszakaszát fogjuk felújítani. Új buszvárot kapott a újvidéktéri játszótér. Kossafalu vonatkozásában szeretném elmondani, hogy én bízom benne, hogy akik ott laknak érzik, hogy Kecskemét város legszebb városrésze. A Buzakalász utca aszfaltozása megtörtént vízlevezetőárokkal a Mercedesig, és itt egy kerékpárút szakasz is kiépült. A Pipacsmező utca önerős útépítést kapott. Muszáj városrész vonatkozásában szeretném elmondani, hogy amióta én képviselő vagyok ebben a városrészben is, ebben a városrészben sincs homokos, földes út. Új utcát kapott önerős útépítés keretében a Középutca, Ojtozi, a Tölgyesi utca. Természetesen a közvilágítás fejlesztést is bővítettük, és egyik legjobban ellátott városrésze a városnak. A játszótérhez új ivókutat helyeztünk ki, és most készült el egy mesefal, amely még csak le van borítva, de majd bízom benne, hogy mesefigurákkal is el fogjuk látni. Lakossági kérésre egy darab térfigyelő kamerát helyeztünk ki a Juhász utca elejére közvetlenül az óvodához. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Tancsa Jánost, a Szövetség a Híres Városért Egyesület jelöltjét is arra kérem, hogy mondja el, hogyan látja a választókerület helyzetét jelenleg. Nos, nagy a különbség annak a véleménye között, aki nem ebben a körzetben él, és az én tapasztalatom között, aki viszont itt élek nap, mint nap, és találkozom a gondokkal. Amióta tudnak választási indulásonról, sűrűn megállítanak szomorú vagy éppen elkeseredett emberek, utcabeliek és mások is, hogy elmondják azt, amit egyébként nem tudnak elmondani a képviselőjüknek. A rendőrfaluban alig vannak használható járdák, ezt aki ott él tudja. Az utak jelentős részének a színe olyan, mint a saktábla a szakszerűtlen javítgatásoktól.
A közvilágítás, mint tudjuk, silány minőségű, valódi közösségi tér sincs, továbbá automata hiányában saját pénzükhöz is alig-alig tudnak hozzájutni az emberek. A gyalogátkelő helyek szinte látványosságnak számítanak a város részben. A kerékpáros közlekedés egész Kecskeméten egyébként veszélyes a kátyugra és a porra festett, értelmetlen és pazarló kerékpársávok miatt. A Kósafaluban és a Muszájváros részben, mintha megállt volna az idő, szórólapotás közben tőlem és a segítőimtől kérdezték, hogy eddig ki volt a képviselőjük, mert a nevét nem tudták. Az autóbusz olyan, mint a fehér holló, főleg hétvégenként. Hát a villanyvalom környéke aztán siralmas és egyben felháborító. A külső Szegedi út és a Vasút utca környékén katasztrófa filmet lehetne forgatni, a méteres gazzal és parlagfűvel, az elhagyott vasúti kocsikkal, a malomépülettel, a horrorfilmbe illő, szeméttel lezárt gazzal, benőtt gyalogos felüljáróval. A Halasi úti felüljáró pedig jelenlegi városvezetésnek az állatorvosi lova. A hibás útpálya önmagában is veszélyforrás, ám a felüljáró alatti rész az még a legvadabb képzeletet is felülmúlja. Aki a múltba szeretne egy sétát tenni, az azt gondolom érdemes elmenni, hogy megnézze. Én a Kecskemét múltja is jelene Facebook oldalamon erről komoly és hosszú képriportot készítettem, talán 25 kép is van fönt erről a területről. Átrepett tartószer, kezet keresztben és hosszában is, megsüllyedt járdaszint, porladó betonelemek, rozsdás veszélyes korlátok. Ki van írva ugyan, hogy gyalogosan tilosott az átjárás, de a személyvonatok naponta többször elhaladnak alatta. Ha leesik egy betontömb, akkor kivállalja majd a felelősséget a mostani nem törődő városvezetők helyett. Nem uniós pénzből szervezett kakas pörköltes bulin, és nem is rockfesztiválon kellene mutogatnia magát a városvezetőknek, hanem meg kellene szüntetni legalább a veszélyforrásokat. Műkertváros. Gizella téri közösségi ház. Csoda, hogy szét nem hullik. Rozsdalepi vakolatdarabok lógnak le a falakról, ezt is meg lehet nyugodtan nézni. Művelődési célra épült ez a helység, de gyakorlatilag egy italmérés van alatta. Az emeleten pedig valami raktárféle, de hogy művelődést nem szolgálja, az biztos. A Csokor utcán évek óta használaton kívül van egy hatalmas faház, amely régen dupla orvosi rendelő volt, ma már inkább egértanyának vagy egérfészeknek tűnik, és akkor még nagyon finoman fogalmaztam. Hogy 5 év semmittevés után mégiscsak látszódjék valami, építenek most már egy már most korszerűtlen és pazarló, pénzpazarló lámpás kereszteződést a Műkertvárosi vagy Méheslaposi, régen Méheslaposi iskola mellé, miközben a gépekkel tönkreteszik a járdát. Most hívtak ki délelőtt szintén fényképezni és megnézni a területet. A munkagépek két oldalt lenyomták a járdalapokat, középen az megemelkedett, és most a házakba befolyik a víz minden eső esetén. Azt gondolom, ez tarthatatlan, ezt az ott élők panaszolták el. Hosszan sorolhatnám, de sajnos az időm fogytán van, 8 percbe bele kell férnünk, úgyhogy köszönöm szépen ezt a részt, én elmondtam. Köszönöm szépen, akkor nézzünk rá az órára, hiszen 8 percbe bele kell férni. Mindkét képviselőjelöltnek, Lévai Jánosné, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje még 1 perc 54 másodpercet használhat föl. Tancsa János, a Szövetség a Híros Városért Egyesület jelöltje pedig 3 perc 17 másodpercet. Ezeknek ismeretében kérem szépen, hogy milyen célokkal, elképzelésekkel kezdenének neki, illetve milyen célokkal folytatná a képviselői munkát. Lévai Jánosné. Próbálok gyors lenni. Minden városrészben, mind a 4 városrészben szeretném a közvilágítást fejleszteni. Műkertváros is a Műkertvárosban a Mártírok úti járda felújítása kiemelt feladat, és itt a kerékpárútra gondolok, hogy ezt is meg kell oldalunk. A Majális utca páros oldalán a vízelvezetést szeretném megoldani. A közösségi házzal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy egy újat szeretnék építeni, mert a jelenlegi, amiről képviselőjelöltársam beszélt, az eladás alatt van. A tornaterem építéséről beszéltem, polgárőrség munkájára változatlanul szeretnék támaszkodni. A Szabadkai utca felújítására megvan a pénz, 80 millió forint, jövőre 2020-ban ez is meg fog oldani. Járdaszakaszok felújítása lesz még a Rendőrfaluban, tömegközlekedés javítása, itt a 2D járat és az egyéb járatok sűrítése. Damjanics iskolát szeretnénk pályázati forrást keresni. A Szent László körútról pedig szeretném elmondani, hogy a Halasi úttól a Matkói utca szakaszig, a Rozi Marketig a közeljövőben megoldásra, befejezésre fog kerülni. A játszótér megvalósítása a Kósafaluba folyamatban van, a Pipacsmezi utca közvilágítását meg fogjuk oldani, és a Szent László körút forgalmának a csökkentését szintén sebességkorlátozás, stb. És a Nagybani piachoz pedig egy zebrát. Muszájváros rész vonatkozásában a Juhász utca burkolata, a
folyadékvízelvezetés, Zebra az óvodához, a Bodze utca nagy teherforgalmának a javítása, Bodze utca javítása és az óvoda felújítása. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tancsa János, milyen célokkal vágna neki a képviselői munkának a 11-es számú választókerületben? Nos, hogy miben fogok változtatni? Tehát kezdjük ott, hogy azonnal fel fogom mérni azokat a károkat, amelyeket az eddigi nem törődömség okozott. Ezek javítása lesz az első lépés. Nem lesz könnyű feladat, és nem lesz rövid ideig tartó feladat, de meg kell oldani, hiszen tovább lépni csak úgy lehet, hogyha a javításokat megoldjuk. Elnézést. A fejlesztésekbe ezekkel párhuzamosan bele fogunk kezdeni. Tárgyalásokat kezdek elsőként a MÁV-val, új szintbeli kereszteződés és átkelőhely létesítéséről, vagy a külső Szegedi úton, vagy a Matkói úton, ahol a kerékpárosok is majd át tudnak kelni a város központ felé. A készpénzautomaták kérdése és telepítése sem luxus, vagy nem szabadna, hogy luxus legyen manapság. Itt is hatékony lépéseket fogok tenni csak úgy, mint az előbb felsorolt hiányosságok pótlására. A Műkertvárosban eddig az volt a megoldás, hogyha parkolóhelyet kértek, akkor egy zöld felületre salakot, illetve kavicsot öntöttek. Most elkezdjük majd a valódi és nem gödrös parkolóterületek kiépítését, kialakítását, és biztonsági berendezésekkel látjuk el ezeket a területeket. Ugyanígy a Műkertvárosban, illetve a Csokor utcáról nyíló utcákban szinte lakóparki szintű biztonsági berendezéseket fogunk szerelni. Nem olyan nagyon nagy költség, manapság szinte minden házon vannak már biztonsági kamerák, de ezeket a kamerákat valóban figyelni is fogja valaki, hogyha arról van szó, de természetesen erről a lakossággal előtte egyeztetünk. Most már szándék is, meg pénz is lesz rá, úgyhogy meg fogjuk oldani. A Műkertben, sajnos erről eddig nem esett szó, a Műkertben az úgynevezett művészházak lakóinak tartatatlan helyzetét is ecsetelték nekem az ott élők, úgyhogy hónapokon belül le fogom tárgyalni az illetékesekkel. Képzeljék el, hogy azokban a házakban úgy laknak az emberek, úgy élnek talán évtizedek óta is néhányan, hogy valójában fél évente, évente meg kell újítani a bérletüket. Tehát így nem lehet embereket hagyni bizonytalanságban, ezt meg kell oldani. A többi feladatról most időhiányában nem tudok beszélni, de a választás után 30 napon belül minden városrészben lakossági fórumot fogok tartani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A zárszó előtt ismét nézzünk rá az órára. Lévai Jánosné a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje 28 másodpercben mondhatja el a zárszót, a záró gondolatait a nézőkhöz. Tancsa János, a Szövetség a Híres Városért Egyesület jelöltje pedig 59 másodpercben fogalmazhatja meg a záró gondolatait. Így elsőként a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjét kérem meg a zárszóra. Jövőben is megválasztásom esetén számítanék a tanácsadó testület és a polgárőrök, valamint polgármesterasszony is a városvezetés munkájára. Tisztelettel kérem a 11-es egyéni választókerület választóit, hogy ismételten adjanak nekem bizalmat Műkertváros, Rendőrfalu, Kósafalu és Muszájváros rész vonatkozásában, és valóban azok a lakossági fórumok és tanácsadó fórumok, amelyeken korábban is megszerveztem, ezután is várom őket szeretettel, és minden problémával keresenek meg a jövőben is. Köszönöm megtisztelő segítségüket az elmúlt 15 évben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tancsa János, a Szövetség a Híres Városért Egyesület jelöltje is az áru gondolatait fogalmazza meg, legyen szíves. Köszönöm szépen. Egy képviselő az egész városért tartozik felelősséggel, nem csak választókörzetéért. Önkormányzati és politikai szakértőként is tudom, hogy önöket más dolgok is aggasztják, nem csak az épített környezet, amiről eddig beszéltünk. Itt a munkahelyi biztonság, a megélhetés, a gyermekek jövője, szülőkről való gondoskodás és a várólisták a szakrendeléseken és a többi. A jelenlegi városvezetők és képviselők azzal vezetik önöket félre, hogy ezekben a kérdésekben nem lehet mit tenni, hiszen nem városi hatáskör. De ezt egy pillanatig se higgyék el nekik. Egy felelős városvezetés nem nézheti és nem is nézi tétlenül azt, hogy már az időpontkéréshez is időpontot kell kérni a szakrendelésen, és hogy az idős emberek egy része fázni kénytelen saját lakásában a télen. Megoldás igenis létezik, csak munka van vele, ezért nem csinálják. Ezen mindenképpen változtatunk. Ha önök rám és a szövetségre szavaznak, akkor egy szakértő, tisztességes önkormányzatot kapnak a jelenlegi helyett. Csak annyit kell tenniük, hogy október 13-án tetrekész városvezetőket választanak. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, hogy eljöttek és elmondták gondolataikat a választóknak. Kedves nézőink, ennyi fért a mai adásban, legközelebb a 12-es számú választókerület képviselőjelöltjeivel várom önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!